Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestet, ülése megjelenteket, valamint a kábel televízió nézőit. Megállapítom, hogy a hétfő települési képviselőből hétfő jelen van, ülés határozat képes, azt megnyitom. Javaslom, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg a képviselőtestület. Megkérdezem, van-e valakinek egyéb napirendi javaslata? Amennyiben nincsen, úgy kérem szíveskedjenek elfogadni a napi rendet. Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a hét igen szavazattal a napi rendet elfogadta. Az első napi rendi pontunk tájékoztat az adósságot keletkeztető ügyletekről és adók fedezetére felhasználó saját bevételekről. A tisztelt képviselőtestület, ez a napirendi pontunk tulajdonképpen egy technikai jellegű a napirend. A elvi jelentősége az államháztartási törvény előírásainak arról megfelelő szolgálja. Végül is arról van szó, hogy a jogszabályok előírásoknak megfelelően kerüljön kidolgozásra 2014-2017 évekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás. Ezt lehet látni, hogy 2014 és 17 között az előzőben keletkezett tárgyjavítási fizetési kötelezettségünk nincsen. A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság ezt a napi rendet megtárgyalt, és mint mondottam, elvi jelentőségű előteljesztett határozati javaslatnak a megszavazása. Kérem szíveskedjen a képviselőtestület elfogadni a határozati javaslatot. Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta. Következő napirendi pontunk, Herendváros önkormányzat 2014. évi költségvetésének jóváhagyása. Tisztelt képviselőtestület, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 230. törvény a magyar közlöny 216. számában került kihirdetésre. A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 199. törvény értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Herendváros önkormányzatának képviselőtestülete 2014. február 4-i ülésén első olvasatban tárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét. Az első olvasata elkészített költségvetés is azt mutatta, hogy az önkormányzat 2014 évben zavartalan működhet, működési bevételei fedezik tervezett kiadásait. Könyvvizsgáló a rendelet tervezetet véleményezte, és megállapította, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tervezete összességében megfelel a 2014. január 1-én hatályos jogszabályi előírásoknak és elvárásoknak. Rendelet tervezet a javasolt tervszámokat a költségvetési szervek vezetőivel a jogszabályi előírás alapján előzetesen egyeztettük. A rendelet tervezetet az önkormányzat pénzügyi bizottsága és képviselőtestülete a 2011. február 4-én első olvasatban megtárgyalta. Végleges változatát a pénzügyi bizottság 2014. február 27-i ülésén megtárgyalta, és elfogadásra javasolta azzal, hogy a felhalmozási célú céltartalék kerüljön nevesítésre 2014 év vonatkozásában. Az elhangzott vélemények alapján és az ismert fejlesztési célok szükségletek figyelembevételével a 103.083.000 forint felhalmozási céltartalék teljes egészében lekötésre került. A céltartalék felhasználását a 21. számú melléklet tartalmazza. Kiemelnék a 21-es számú melléknetnek lényeges elemeit. A fokozott figyelmet fordítunk a közterületeknek a felújítására, így a járdaszegélyek a javítására, a megfelelő parkolási feltételeknek a kialakítására, kötelező feladatként, önkormányzati feladatként a ivóvízellátás kiépítésére, vízkár elhárítási terv készítésére. Összességében ezek a tételek 8.175.000 forintot tesznek ki.
ami beruházási jellegű fejlesztés az egészségháznál, minimum feltételekhez megfelelően gépeket, műszereket kell beszerezni, ez 600 ezer forintot tesz ki. A bérlakóvezet közművesítése, úttervek, víz, szennyvíz, útépítés önrésze 50%-ot figyelembe véve, valamint közvilágítási tervek és vezetékek lefektetésére, agyagár és munkadíjra összességében 18 millió 530 ezer forint fordítható. Hangsúlyozom, akkor, hogy 50% önrész valahonnan sikerül előteremteni, akár pályázati forrásokból, akár magánszemélyek hozzájárulásaként. Épületek felújítására is szeretnénk a jelentős összegeket fordítani. Iskolai nyilázáró csere, teremtelenbővítés, konyha felújítás és akadálymentesítési tervek, amelyek 3 millió forintba kerülnek. A temetőben urnafal kialakítására gondoltunk a vélemények alapján, temetői katasztert el kell készítenünk, rovatalozó felújítására gondot kell fordítani. A művelődési házban is felújítási feladataink vannak, itt az összesített a tétel 6 millió 744 ezer forint. És most következnek az igazán nagy tételek, iskolai tanterem kialakításához és szociális blokk kialakításához pályázati önrész 50%, 18 millió forint. Iskolai konyha felújításához pályázati önrész szintén 50%, 18,5 millió forint. Autóbuszváró térfigyelő, kamerarendszer kiépítése és központi térrendezés 7 millió forint. Útépítési pályázati önrész 10 millió forint. Középület felújítás pályázati önrésze 15 millió 534 ezer forint. Ez összességében 69 millió 34 ezer forint, mindösszesen pedig a költségvetésben számszerűsített 103 millió 083 ezer forint. A 2014. február 27-i pénzügyi bizottsági ülésen az iskola képviselői is részt vettek, és felhívták a figyelmet arra, amit egyébként tudtunk, hogy a gyermeklétszám az elkövetkező évben növekedni fog, tehát a jelenlegi teremállománya a minőségi oktatás feltételei nem állnak rendelkezésre. Az iskola bővítésre 2011-ben elkészített, engedélyeztetett beruházási terv azonban felülvizsgálatra, illetve átdolgozásra szorul. Komplexen tartalmazni kell a kötelező önkormányzati feladatot jelentő étkeztetés biztosító konyha felújítást, akadálymentesítést, energiatakarékos épület felújítást, nyilázáró cserét. A teljes beruházást azonban pályázati kiírás hiányában az önkormányzat nem tervezheti, ezért a komplex tervből 2014 évben a tanterembővítés és szociális blokk kialakítása reális, kormányzati segítséget is figyelembe véve. Ezért kérem a képviselőtestületet költségvetési tartalék terhére 50%-os támogatási intenzitási mellett szíveskedjen az iskolai tanterembővítéshez és szociális blokk kialakításához forrás biztosítani. Ezt a napirendet, illetve ezt a tételt a tegnapi csütörtöki pénzügyi bizottság ülésen megtárgyaltuk, és a pénzügyi bizottság támogatta azt az elképzelést, hogy a tanterem bővítést és a szociális blokk kialakítását megvalósítjuk, amennyiben a szükséges a másik 50%-ot valamilyen formában pályázati részként, támogatásként az önkormányzat megkaphatja. Itt mindenképpen egy határozatot kell elfogadni a pénzügyi bizottság állásfoglalásának megfelelően. Mielőtt tovább mennék a költségvetés ismertetésével, miután ez egy kiemelt étel, én javaslom, hogy a tisztelt képviselőtestület szavazzon kifejezetten csak erről az egy tételről. Ismertetem akkor a határozati javaslatot. Herendváros önkormányzat képviselőtestületek kötelező önkormányzati feladatként működteti a herendi német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola közoktatási intézményt. Képviselőtestület a gyermeklétszám növekedésére és az épület leromlott állagára tekintettel tervezi az intézmény épületét két tanteremmel bővíteni, előregedett nyilázáróit kicserélni, a gyermekétkeztetés biztosító konyhát átépíteni és korszerűsíteni, földszinten akadálymentesített szociális blokkot kialakítani.
A képviselőtestület a 2014. évi költségvetésében 18 millió forint összegű felhalmozási célú előirányzatot biztosít a tanterembővítéshez és a szociális blokk kialakításához, amennyiben a kormányzat részéről 50%-os támogatású intenzitású állami támogatásban részesül. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. Tehát ez lenne a határozati javaslat. Megkérdezem, van-e valakinek ezzel a tétellel kapcsolatosan észrevétele, hozzátenni valója? Tessék. Csak egy kérdés, hogy akkor a tértetelő felhasználási költségvetést, vagy a részt, akkor azt tételenként meg fogjuk szavazni, vagy csak az iskolát emeljük ki, az iskolatanter bővítést? Most az iskolatanterem bővítés azért kell külön határozatot hozni, mert ezt kifejezetten akkor tudjuk megcsinálni, hogy 50%-os támogatást tudunk a bővítéshez szerezni. Egyébként a többinél is a 50%-os rész van előírva, de miután ez az iskola vezetésének a kifejezett kérése volt, és hát nem egyszerű dolog azért egy iskolát, működő iskolát bővíteni, azért kell külön határozni róla. Jó, köszönöm, így értem. Arról volt szó, hogy az 50%-os intenzitást kizárólag és inkább leginkább csak a tanterembővítést fogja tudni fedezni, ami azon túl van, most ezt így összemostuk, vagy egybevettük, a nyilázáró és a konyhabővítés az összességében több lenne, mint ha csak a tantermeket néznénk külön, de azt hozzá kéne tenni, hogy a pénzbizottság ülésen megbeszélt sorrendben talán, mert ott első volt a tanterem, aztán nem? Nem, csak a tervek elkészítésére. Ja, ez csak a tervekre szól? Persze, igen. Jó, hogy a tervet csinál. Ja, jó. Úgy stimmel. Megvalósítani, tehát erre kell tervet csinálni a komplexen, és 2014-vel második rész. Tervből döntünk, akkor stimmel. Igen. Azt hittem, hogy már kivitelezés. Nem. Jó. Köszönöm szépen. Akkor, aki ismertetett határozati javaslatot elfogadja, készen tartásra jelezze. Köszönöm, úgy látom, egyhangú 7 igen szavazattal a képviselőtestület a határozatot elfogadta. A tisztelt képviselőtestület, az önkormányzat megalkotta, illetve módosította azon helyi rendeleteit, melyek az a költségvetési rendelettervezet végrehajtását, megalapozását szolgálják. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezett előirányzata 529 millió 132 ezer forint, ami a bázis évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 122,8%-ot jelent. Tekintettel arra, hogy a most benyújtott rendelettervezet a már tárgyalt rendelettervezethez képest az előbbieken túl lényegi eltérést nem tartalmaz, annak részletes ismertetésétől eltekintek. Tehát most, amit ismertettem felhalmozási célokat, ez volt a pénzügyi bizottságnak a kérése, hogy ezeket számszerűsítjük, azon kívül semmilyen más jellegű változás a költségvetési rendelettervezetben nem történt. Minden költségvetési szernél képeztünk biztonsági tartalékot is, költségvetési főösszeg 2%-a. Ezen kívül az önkormányzat költségvetési és felhalmozási tartaléka 103 millió 83 ezer forint. Ebből az összegből lehetséges az óvatosság és a hosszú távú fenntartható működés betartva beruházásokat megvalósítani, illetve a megvalósításhoz szükséges pályázatokhoz önrészt biztosítani. Költségvetési törvény az idejében is lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok pályázatot nyújtsanak be kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására. Összefordulásként elmondhatom, hogy bevételeink csak biztos forrásokat tartalmaznak, nagyságát elsősorban saját adóbevételeink, illetve a központi költségvetésből kapott feladattámogatás határozza meg. Városüzemeltetési és intézményműködtetési kiadások nagysága alkalmazkodik a megváltozott feladatokhoz, csak a működéshez legszükségesebb előirányzatokat tartalmazzák. Tervezetünk az adósság konszolidációnak és a 2013 évi pénzmaradványnak köszönhetően hiányt nem tartalmaz. A költségvetési rendelettervezet a vonatkozó szabályozás szerint készült. A pénzügyi településfejlesztés és ügyrendi bizottság a rendelettervezetét elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek. A könyvvizsgálónk ugyancsak megvizsgálta a rendelettervezetet, és a rendben valónak talált a jogszabály előírásoknak megfelelően és tartalmilag is. A jegyző úr a minimális javítást kér. Köszönöm szépen.
A rendelettervezetben a 6. paragrafus első bekezdés B pontjában szerepel értékesítésre kijelölt ingatlanként az 551/5 helyrező számú kivett sporttelep. Ezt a területet részben kisajátították és változott a helyrezi szám, tehát 551/8-ra módosult. Akkor a tervezetben eredetileg nem volt egyértelmű, hogy a felhalmozási céltartalék mellett általános felhalmozási tartalék lesz elkülönítve a költségvetési rendeletben. Itt a végeredmény az lett, hogy a teljes felhalmozási tartalék, mind a 103.083.000 forint, az felhalmozási céltartalék lett. Tehát az 5. paragrafus első bekezdése ennek megfelelően került javításra. Kiosztásra került ez a 21. melléklet. Elvira, ez a 21. melléklet tartalmazza a céltartaléknak a jogcímeit 103.083.000 forint összegbe. Tehát a teljes felhalmozási tartalék céltartalék lett, általános felhalmozási tartalék így nem lett képezve. Tehát ez pedig az 5. paragrafus első bekezdésében van a rendelettervezetben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a rendelettervezetnek ezek a módosításait akkor figyelembe véve, aki a rendeletet el tudja fogadni, illetve aki egyetért lett, tessék, Laci. Lehet a rendeletalkotásra, csak egy mondatot, hogy mondjak, mielőtt gyorsan felteszünk a kezünket és megszavazzuk, mivel valószínűleg fogjuk szavazni, erről már múltkori két testetülése, meg a pénzügyizottság ülésén is beszéltünk. Belőlem azért még kikívánkozik, mielőtt szavazunk róla, hogy annak a pozitív fejleménynek hangot adjunk, hogy végre először az elmúlt években ott tartunk, hogy összességében a 2014-es költségvetésünkből 103 millió forintot olyan célokra tudunk költeni, ami nem szorosan véve csak azért kell, hogy a település működjön, hanem olyan célokat tudunk vele megvalósítani, ami a település egy kicsit szebbé fogja tenni, élhetőbbé fogja tenni. Végig óta elmaradt hiányosságokat, például a járdaszegélyek rendezését, a buszpályaudvarnak a áldatlan állapotait fogjuk tudni rendbehozni, és ami önmagában egy pici tétel, de nekem a szívemhez nagyon közel áll, a település jövője szempontjából és a gyermekeink, unokáink szempontjából nagyon fontos, hogy a zöld területeket, a fásítást, ami nagyon sok esetben kivágás volt és a telepítés nem történt meg, most nem nagy összeg, de ez a 200-500 000 forint közterületi fásításra és veteményes kertek kialakításra, ha ez kicsi összeg is, de ennek jelképes értéke van abban, hogy a jövőben gondolkodunk és tudunk ilyen összegeket is erre fordítani. És hát azt hiszem, hogy amivel ezt sikerült elérni, az egyrészt a kedvező szerencsés helyzet az adósságkonszolidáció miatt, hogy az adósságainak egy részét az államnak köszönhetően megszabadultunk ettől a nagy tehertől, de ugyanúgy köszönhető a hivatalnak, a pénzügyi osztálynak a jó gazdálkodásának, és ezért jegyző urat meg a pénzügyi osztályvezetőt, azt hiszem, hogy dicséret illeti meg. Úgyhogy a magam részéről csak ennyit akartam még hozzátenni, és természetesen a magam részéről és a pénzügyi bizottság részéről is támogatom a előterjesztés megszavazását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor szavazzunk, aki a rendeletet elfogadja, készben tartásra jelezze. Köszönöm. Megállapítani a képviselőtestet 7 igen szavazattal. Ellenszavazat nélkül a rendeletet elfogadtam. Harmadik napi rendi pontunk. Herend 744/90 helyrajzi számú a ingatlan gázellátás ügye. A tisztelt képviselőtestet az Unigáz Kft. Kérelmet nyújtott be Herend 744/90 helyrajzi számú ingatlan utólagos gázellátás engedélyezésére. Tervezett bekötő vezeték a csatolt helyszínrajzon jelöltek szerint érinti az önkormányzat tulajdonában álló közterület közút besorolású ingatlan. Terület besorolása nem teszi szükségessé szolgalmi jogalapítását, de szükséges megállapodást kötni a tervezett gerincvezeték, gázvezeték biztonsági övezete által igénybe vett területek tulajdonosával. Ez magyarul a Ág utcának a bevezető részéről, a részénél lévő a második ingatlanról van szó. A térképet mindenki látta, Béroka vezetnek az egyik ingatlanáról van szó, és az előtte lévő közterület, ami a útnak a része.
pénzügyi településfejlesztési ügyrendi bizottság szintén megtárgyalta ezt a kérdést, és elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek, hogy adjuk meg a biztonságövelet megállapítása vonatkozó feltételeket, járuljunk hozzá megállapodás aláírására. Van-e valakinek kérdése? Akkor kérem, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni a képviselőtestület. Köszönöm. Megállapítani képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül határozatot elfogadta. Következő napi rendi pontunk a negyedik, a Helent 795/29 helyrezi számú a terület gázellátási ügye. Ez is a bérlakóvezethez kapcsolódik. Tisztelt képviselőtestület, Gáztárs Kft. Az EON Közép-Dunántúli Gázhálózati ZRT képviseletében kérelmet nyújtott be a Helent 795/29 helyrezi számú közút. Ez a bérlakóvezetben van gázellátás engedélyezésére. Tervezett vezeték a csatolt helyszínrajzó jelöltek szerint önkormányzat tulajdonában álló a közterület közútbesorolású ingatlanul húzódik végig a 795/40 helyrezi számú ingatlanig az út keleti határához közelebb. A terület besorolása közút tervezett gázvezeték biztonsági övezet által igénybe vett terület a csatolt tervek tartalmazzák, ami vezetéktengelyétől számított 2-2 méter. Tervek kisebb mértékű módosítását kértük annak érdekében, hogy a meglévő fákat a biztonsági övezet a lehető legkisebb mértékben érintse. Ez a fehér nyárfasóról van szó, ott Helen bevezető részénél. Szintén megtárgyalta, és áttekintette ezt a napi rendet is a pénzügyi településfejlesztési és ügyrendi bizottság, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolt a képviselőtestületnek. Van-e valakinek kérdése? Ha nincsen, úgy szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztett határozati javaslatot, ezt jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a határozatot elfogadta. Következő napi rendi pontunk. Rendbírókkal vezet 18 telek elektromos ellátás ügye. Tisztelt képviselőtestület, a Kis és Társai Kft. Kérelmet nyújtott be a Herend bérlakóval vezet 18 telkének elektromos ellátásának és közvilágításának engedélyezésére. A kérelemben kéri az önkormányzat tulajdonosi és útkezelői hozzájárulását. A tervezett bekötő vezetékek a csatolt helyszínrajzó jelöltek szerint érintik az önkormányzat tulajdonában a 812/2 és a 795/29 helyrezi számú közterület közút besorolású ingatlant. A tervezett földkábel a csatolt helyszínrajz szerint 818/2 helyrezi számú út északi oldalán 190 méter hosszban, a 795/6 helyrezi számú ingatlanig az út nyugati szélén felé haladna kb. 140 méter hosszban. Szintén egy terv szerinti megvalósításról van szó. Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a földkábel létesítéséhez való hozzájárulás, tulajdonos és közútkezelő hozzájárulást. Van-e valakinek kérdése? Nincsen, akkor kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozatról. Köszönöm. Megállapítani a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a határozatot elfogadta. 6. napi rendi pontunk a települési szavazatszámra bizottságok tagjainak és póptagjainak megválasztása. Megkérem a napi rend előterjesztésére jegyzőt. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a köztársasági elnök 2014. április 6-ára kiírta az országgyűlési képviselő választásokat. A választási eljárási törvény alapján a szavazatszámnál a bizottság 3 tagját és szükséges számban a porttagokat a települési önkormányzat képviselőtestülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően legkésőbb a szavazás napi előtti 20. napon választják meg. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámlál a bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a választott tagja.
Tisztelt képviselőtestület, a szavazatszámlás bizottságok tagjaira és pottagjaira indítványomat az alábbiak szerint teszem meg. Egyes szavazókör, cím, Fasor utca 15, Herenc szálló. Betűrendben fogom ismertetni adott személyeket. Albertné Lontai Erzsébet, Herenc Pipacs utca 59, pottag. Dandé Péterné, Herenc Pipacs utca 11/2, pottag. Fischer Robertné, Herenc Pipacs utca 3/3, tag. Fuchs Karolin, Herenc Pipacs utca 20/4, pottag. Kovácsné Győri Margit, Herenc Vadvirág utca 69, tag. Steinbock Pál, Herenc Rózsa utca 3, tag. Második szavazókör, Kossuth Lajos utca 138, művelődési ház. Arnold Mária, Herend Vasút utca 41, pottag. Drexler János, Herend Arany János utca 6, tag. Fényi Gábor, Herend Dózsa utca 54, pottag. Illés Béla, Herend Táncsics utca 4, tag. Matejovszki Péter, Herend Kossuth Lajos utca 129/2, tag. Temesi Ferencné, Herend Fasor utca 8, pottag. Harmadik szavazókör, Iskola utca 8, általános iskola. Kancler Alice, Herend Kossuth köz 2/B, pottag. Köller Ferenc, Herend Iskola utca 1, tag. Szabadics Péter, Herend Dózsa utca 24, tag. Temesi Zsolt, Herend Rákóczi utca 67, pottag. Trum Lilla, Herend Kossuth Lajos utca 100, tag. Negyedik szavazókör, Kossuth Lajos utca 45, általános iskola. Gosztolai János, Néherend Kossuth Lajos utca 20, pottag. Spanics László, Néherend Petőfi utca 1/C, pottag. Steigerwald Ferenc, Herend Dózsa utca 51, tag. Szakács Veronika, Herend Rákóczi utca 1, tag. Tuza István, Herend Arany János utca 31, tag. Ötödik szavazókör, Iskola utca 5, általános iskola, nemzetiségi választás szavazóköre. Albert József, Herend Pipacs utca 57, tag. Ettlinger Gábor, Herend Kossuth utca 102/O, tag. Fazekasné Iván Ildikó, Herend Petőfi utca 6/A, tag. Krém Péterné, Herend Petőfi utca 24/B, tag. Makai Józsefné, Herend Kossuth köz 1, pottag. Németh Erzsébet Veronika, Herend Kossuth utca 159, tag. Luizan Zsuzsanna, Herend Kereszt utca 5, pottag. Tisztelt képviselőtestület, kérem, hogy a tett indítványt szíveskedjék elfogadni. Szépen jegyző úr. Hát a testületnek az a dolga, hogy megválasszuk a választási bizottság tagjait. A helyi választási iroda vezetője, jegyző úr által megtett indítványt mindannyian megkaptuk, ismerjük a személyeket is. Egyről az a kérdésem, hogy egybe szavazhatunk-e az indítványról, vagy választókörönként kell szavazni? Egy határozati javaslatba épült be, úgyhogy lehet róla szavazni egyben. Akkor ezt kérdezem meg, hogy van-e valakinek esetleg valamelyik személlyel kapcsolatban kérdése? Amennyiben nincsen, miután egy határozati javaslat van, és a tagokra és a porttagokra szavazunk. Aki egyetért a jegyző úr által előterjesztett a népsorral választókörönként, azt kérem szíveskedjen készen tartásra jelezni. Köszönöm. Megállapítani képviselőtestület hét igen szavazattal az előterjesztett a határozatot ellenszavazat nélkül elfogadta. Következő napi rendi pontunk a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás a társulási megállapodásának módosítása. A tisztelt képviselőtestület, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodása rögzíti, hogy a tag önkormányzatok közigazgatási területén a társulás által fenntartott egyesített szociális intézmény a szociális alapszolgáltatások közül melyik alapszolgáltatás biztosítja. Nemesvámos község önkormányzata döntött arról, hogy a társulás költségvetési szerve által biztosított közszolgáltatások közül a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást a településre lakók igénybe kívánják venni. A költségvetési szerv 2014. május 1-jére tudja megteremteni a feltételeket a szociális ellátás jogszabályi előírásoknak megfelelő biztosítására. A módosítás tartalmazza a megállapodás egyes mellékletének, a tag nyilvántartásnak a módosítását, lakosságszám változására tekintettel.
Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy ebben a bennünket is érintő, de gyakorlatilag mégse bennünket érintő a napirendben a támogatását szíveskedjen megadni, és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadni. Szavazzunk, hogyha valakinek van kérdése, akkor úgy látom nincs, akkor szavazzunk. Elfogadja. Köszönöm. Megállapítom, hogy képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül előterjesztett határozatot elfogadta. Következő napi rendi pontunk, hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többszélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához. Tisztelt képviselőtestület, a Veszprémi Kistérség Többszélú Társulása fenntartásában működik az Egyesület Szociális Intézmény. Társulás társási megállapodásának 31. pontja szerint a társulási fenntartású költségvetési szerv által ellátott személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról Veszprém megyei jogúváros önkormányzatának közgyűlése alkot rendeletet. A jogalkotásról szóló 2010. évi a 130. törvény 5. paragrafus 1-a bekezdése alapján rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő testületeinek a hozzájárulása szükséges. A rendelet megalkotásához Helenváros önkormányzat képviselő testületének a hozzájárulása is szükséges, ezért kérem tisztelt képviselőtestületet, hogy az előterjesztés szíveskedjen megtárgyalni, és határozati javaslatot elfogadni. Van-e valakinek kérdése? Akkor kérem szavazzunk, aki elfogadja. Készfenntartásra jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül a határozatot elfogadta. A közérdekű bejelentések következnek, mert zárt ülésen folytatjuk majd a munkát, tekintettel személyi ügyek lesznek majd napirenden. Megkérdezem a tisztelt képviselőtestületet, valakinek közérdekű bejelenteni valója. Akkor én kérném tisztelettel a testület tagjait és a helendi lakosokat március 15-én 10 órakor lesz a városi ünnepségünk itt a parkban, a rossz idő esetén a művelődési házban. A március 15. Minél többen vegyünk részt ezen az ünnepségen. Szeretném továbbá tájékoztatni képviselőtestületét és a lakosságot is, hogy a héten nagy valószínűséggel megkezdődik a 8-as bővítésének a előkészítő munkálata. Ez azt jelenti, hogy a építési területen lévő cserjéket, bokrokat, fákat vágni fogják. A zajjal is jár, kellemetlenséget okoz. Mindenkinek a türelmét kérem, hiszen egy olyan beruházás valósul meg, amit már nagyon régóta szerettünk volna mindannyian. És még egyet szeretnék mondani, szombaton nőnap lesz minden képviselőtestületi hölgynek, Helen minden nőtagjának nagyon boldog nőnapot kívánok, és azt, hogy kapják meg azt a megbecsülést, amit megérdemelnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mindegyünk nevében. Igen. Köszönöm szépen. És amennyiben nincs egyéb közérdekű bejelenteni való, akkor az ülést bezárom. Nyílt ülés bezárom, és zárt ülésen folytatjuk a munkát.